Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Ifja Bertény Iván vagyok, a Bécsi Kollégium Hungaricum tudományos igazgató helyettese, illetve a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a ma esti filmvetítés után a kérdés egyik legjobb, vagy talán legjobb magyar szakértője, Zeidler Miklós elvállalta, hogy egy beszélgetés keretében további ismereteket oszt meg velünk, IV. Károly király visszatérési kísérleteiről, illetve általában a királynak a magyarsághoz, Magyarországhoz fűződő viszonyáról. Mindenek előtt szeretném röviden önöknek bemutatni Zeidler Miklós, bár azt hiszem, hogy a Horthy korszakkal foglalkozó történészeink közül az egyik legismertebb, és az biztos, hogy az egyik legkiválóbb. Az ELTE történelem szaka mellett a Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett nemzetközi kapcsolatok szakon, és ebből szinte már predesztinálva is lett, hogy ő a két világháború közötti Magyarország külkapcsolataival, diplomácia történetével kezdett el foglalkozni, elsősorban is Trianon, illetve a Trianont követő magyar külpolitika, elsősorban is tehát a revízió, az irredentizmus kérdésköre érdekelte, nem csak a hivatalos külpolitikával foglalkozott azonban, hanem a társadalomnak a revíziós propagandához való viszonyával, illetve a revíziós propagandának a társadalomra irányuló különböző eszközeivel, és az egyik talán legismertebb korai műve az éppen ezzel foglalkozott, az irredent a propaganda legkülönbözőbb megnyilvánulásait tárgyalta, nagyon érzékletesen, nagyon objektíven és átélhető, ugyanakkor távolságtartó módon. A későbbiekben is számos nagyon fontos publikációt adott közzé, így például Trianonnal kapcsolatban a trianoni magyar béke delegáció naplóját adta ki, a Bécsi Kollégium Hungaricum leghűségesebb látogatói bizonyára emlékeznek is erre, hiszen erről már tartott egy előadást még a boldogabb pandémia előtti időkben nálunk. Illetve azt is meg szeretném említeni, hogy amellett, hogy kiváló diplomácia történész, Zeidler Miklós nagyon érdekli a két világháború közötti magyar film, és a 19-20. Századi magyar sport története is. Ezzel kapcsolatban is, főleg az utóbbival kapcsolatban is számos nagyon érdekes publikációja van, de miután a mai témánk nem ez, hanem IV. Károly király visszatérési kísérletei, ezért most azt szeretném csak kérni Miklóstól, hogy kezdje meg annak a PowerPoint prezentációnak a vetítését, amely beszélgetésünknek az alapját képezi majd. Jó, hát ugye beszélgetni fogunk akkor IV. Károlyról, egy kicsit arról az időszakról is, amíg eljutott a trónra, aztán a magyarországi uralkodását, és aztán azokat a kísérleteit, amelyeket a trónra való visszatérésre tett. És ilyen módon segítjük majd annak a dokumentumfilmnek a megértését, vagy tágabb históriai környezetbe helyezését, amelyet a nézők eddigre valószínűleg már megnéztek. Itt az elsőképpen látszik, hogy jó Habsburghoz illően rengeteg keresztnevet viselt. Az 1887-ben született Károly, nevezzük ugye csak Károlynak, később uralkodói nevén, és az is látszik, hogy itt éppen kisgimnazistaként, tehát olyan 11-12 éves forma gyerekként, valószínűleg a természettudományi szertárban a különböző ilyen kísérleti eszközök között látjuk őt, persze középen, tehát a diáktársainak a közepén, és az is látszik, hogy szerzetes tanárok felügyelik a diákoknak a munkáját, ő ugyanis, mint látszik a feliratból, a bécsi Bencés gimnáziumnak volt a tanulója ebben az időben. A szülei úgy döntöttek, hogy jó, hogyha igaz, hogy kékvérű, de mégiscsak érintkezik átlagos gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik ebbe a gimnáziumban más úton jutottak be. Azért is érdekes ez a kép, mert nagyjából ez az az időszak, amikor már tudja, vagy tudhatja, vagy legalábbis a szüleiben már tudatosul, hogy Károlyból előbb-utóbb császár és király lesz. A következő díja soron látszik, hogy hogyan kerül Károly egyre közelebb a trónhoz, a trónörökösi címhez. Ő ugyanis egy többedik oldalága volt a Habsburg háznak, Ferenc Józsefnek a másodunoka öccse volt, tehát Ferenc József fiatalabbik öccsének volt a fia. Tehát elég sokadik helyen volt ő a leszármazási rangsorban, de ahogy haltak ki előle, vagy pedig más módokon diszkvalifikálták magukat trónörökösök a Habsburg házban, úgy került ő egyre közelebb
a trónhoz. 1889-ben meghalt Ferenc József elsőszülött fia, Rudolf, így az oldalágra került az öröklés, Ferenc József idősebbik öccsének, Károly főhercegnek az ágára, de Károly főherceg is meghalt 1896-ban, így az ő fia Ferenc Ferdinánd lett a trónörökös 1900-ban, ugye ez nagyjából az az időszak, 1896-ban, és 4 évvel később, 1900-ban Ferenc Ferdinánd morganatikus házasságot, tehát rangon aluli házasságot kötött egy cseh grófnővel, ami azt jelentette, hogy maga Ferenc Ferdinánd még trónra kerülhet, de az utódai már nem. Ezzel viszont még tovább csúszott a trónöröklés, így már Ferenc József fiatalabbik öccsének, Otto főhercegnek az ágára 1900-tól, és Ottónak a fia már Károly volt. Tehát 1900-tól, nagyjából abból az időből, amikor ugye kis gimnazista volt a Bencéseknél, Károly már számíthatott rá, hogy előbb-utóbb császár és király lesz belőle. És amikor az ő édesapja 1906-ban meghalt, akkor tulajdonképpen ő volt már Ferenc Ferdinánd után a rangban a második trónörökös. Arra kellett csak várnia, hogy Ferenc József és Ferenc Ferdinánd lehunja a szemét, és akkor már ő lehetett a trón várományosa, és 1914-ben ezt valamennyien jól tudjuk, Ferenc Ferdinándot meggyilkolják, ez a szarajevói merénylet, ami az első világháborúnak a közvetlen kirobbantó vagy kiváltó oka, és ezzel már Károly első számú trónörökös, olyan képek születnek róla, amin már Ferenc Józsefnek a társaságában van, mint egy érzékeltetve, hogy a hatalom átadása küszöbön áll, hiszen jól tudjuk, ekkor Ferenc József 84 éves már a háború kitörésekor, és valóban 2 évvel később, 1916 novemberében meg is hal, és ez megnyitja az utat negyedik Károlynak, aki még mindig nagyon fiatal, nincs még 30 éves, Európa akkori legősibb trónjára vezető úthoz. És ugye 1916 decemberében magyar királlyá is koronázzák, erről is van néhány kép. Pontosabban itt Miklós, ha szabad még az előző képhez visszaugrani, csak annyit még érdemes érdekességként kiemelni, hogy ugye egyrészt az, hogy egyáltalán trónra kerül, az sem volt teljesen a születésekor megírva a csillagokba. Másrészt, hogy ennyire fiatalon, amit itt a végén hangsúlyoztál, az is szerintem érdekes, hiszen ahogy itt a szlájdon látszik is, a különböző trónöröklési rangsorban előtte lévő különböző Habsburg főhercegek halála nem minden esetben, sőt többnyire nem természetes módon következett be, és ugye ez meggyorsította a halál, hogy úgy mondjam, természetes folyamatát. Ugye Rudolf főherceg, mint ismeretes, öngyilkos lett, a Károly Lajos főherceg, a Ferenc Józsefnek az öccse, ugye azért halt meg, mert nagyon vallásos férfiúként a szentföldi zarándoklata során egy olyan szennyezést kapott, egy olyan fertőzést kapott, amiben nagyon hamar elhunyt. A Ferenc Ferdinándról sem volt feltétlenül muszáj neki morganatikus házasságot kötnie. Az mondjuk, hogy az Otto, a Károlynak az édesapja, ugye a Ferenc Ferdinándnak az öccse, ilyen fiatalon meghalt, az mondjuk természetes halál volt, bár azt hozzá lehet tenni, hogy az Otto a maga élfajház életmódjával azért sokat tett azért, hogy ne élje meg a matuzsálemi kort, és persze, mint tudjuk, és te is említetted, a Ferenc Ferdinánd halála is egy erőszakos halál volt, ugye a legközismertebb merénylet ebben a korszakban, hiszen az első világháború is ebből fakadt. Tehát az egészből talán az az érdekes, amire te is utaltál, hogy amikor ugye megszületik Károly főherceg, akkor még nagyon messze van a tróntól, és gyakorlatilag esélytelen, hogy valaha is trónra kerül, hiszen annyian vannak előtte a sorban, elsősorban akkor még Rudolf. Másodszorban pedig az érdekes, hogy azért lassan-lassan, főleg 1900 után, amit te is mondtál, amikor körülbelül az a gimnázista korú képe készült, akkor azért már lehetett sejteni, hogyha nem is azonnal, de Ferenc Ferdinánd után valamikor, talán az Otto után, talán az Otto előtt már, ha ő előbb meghal, ő lesz a Habsburg Birodalom uralkodója, és ez a felkészítésében, a nevelésében, neveltetésében is azért már, ha nem is kiskorától fogva, de akkortól kezdve azért bizonyos változtatásokat, bizonyos nyomokat hagyott.
Igen, ugye ebben az is benne volt, némileg ebben a véletlenes közrejátszott, hogy az egyik nevelője magyar volt, tehát ő a magyar nyelvet viszonylag fiatalon elsajátította. Az viszont, hogy nagyon sokat utazott a birodalomban, tehát a legkülönbözőbb tartományokat meglátogatta, ez már nagyjából annak a jegyében zajlott, hogy fölkészítették őt az uralkodásra. És hát természetesen aztán 17-18 éves korától megismerkedett a katonai pályával is, nem véletlenül viselte ugye a katonai rangokat, az majd látszani fog a következő képeken is. Nem volt természetesen képzett tábornok, de viselte ezeket a rangokat, mint ahogy az a kijárt a Habsburg főhercegeknek. És hát igen, ugye 27 évesen lépett róla, egy nagyon-nagyon tapasztalt és nagyon sok harcot megért uralkodót helyettesített, ami miatt sokan féltették őt is az uralkodástól, meg egy kicsit a birodalmat is féltették attól, hogy ez a fiatalember háborús időkben mennyire fog majd tudni helytállni. Ugye ez a kép, azt mutatja a bal felső kép, azt hiszem ez még az eljegyzésen készült, de ugyanabban az esztendőn 1911-ben házasságot is kötöttek Bourbon Pármai Zita hercegnővel. Látszik, hogy nagyon szép fiatal pár voltak valóban, és ez szerelmi házasság volt, ami nem volt nagyon gyakori ezért a legfelsőbb uralkodói körökben. Valóban tényleg rajongva szerették egymást, és hát a gyermekáldás látszik, hogy nagyon, nagyon sietősen és nagyon rendszeresen következett be. Tényleg, mint az orgonasípok úgy sorakoznak egymás mellett ezek a Habsburg főhercegek és főhercegnők, akik egy-két éves különbséggel követték egymást. A legelső, az első szülött a jobb szélen az Habsburg Otto, aki azután majd trónörököse lett a birodalomnak, ugye az osztrák és a magyar birodalom félnek is. Ha szabad ehhez még hozzátenni, hogy itt talán azt a uralkodó családokról mindig elmondjuk, hogy nem szerelemből, hanem politikából házasodtak, de hogyha belegondolunk, azért a Habsburg családnak a 19-20. Századi fordulóján a két uralkodója és két ismert trónörököse közül azért három szerelmi házasságot kötött, mert Ferenc József és Cissi között is az volt, legalábbis a Ferenc József részéről mindenképpen. Ferenc Ferdinánd esetében nagyon is erről volt szó, olyannyira szerelmes volt ebbe a Potek Zsófiába, hogy még a dódai trónöröklési jogáról is lemondott. Szegény Rudolfnak pedig nem szerelmi házassága volt, ami hát talán az öngyilkosságához is hozzájárult. Úgyhogy 3-4-ből ez nem olyan rossz arány már, szerintem. De ami ennél nyilvánvalóan fontosabb, az minden bizonnyal az, hogy az a szerelmi kapcsolat, ami Károly és Zita között volt, az Károlynak az uralkodásával kapcsolatban is egy nagyon fontos befolyásolási tényező volt. Tehát egyrészt Zitának nagyon sok mindenben kikérte a tanácsát, ezt ugye mindig ügyesen úgy tette, hogy ne legyen annyira nyilvános, és ugye az uralkodó csak ő volt, és az uralkodó a feleségét, ha akarta, megkérdezte, de azért az akkori viszonyok között az asszonynak a beleszólása az urak dolgába azért az nem volt annyira elfogadott, úgyhogy ezt azért óvatosan csinálta, de annyira éleseszű és okos nő volt ez a Zita, hogy nagyon-nagyon sok mindent egymással megbeszéltek, majd a későbbiekben, amikor sor kerül arra, hogy hogyan és miként mond le Károly az uralkodási jogairól, ott is Zitának nagyon erőteljes befolyása volt arra, hogy milyen megfogalmazást használjon Károly. Úgyhogy ez egy tényleg egy pár, egy uralkodó pár, akik itt a birodalom élén állnak 1916 végétől a bukásig. Igen, volt is azt hiszem valami gyanakvás ezzel az olasz ággal kapcsolatban a Habsburgok között. Ugye az olasz politikai életnek, dinasztikus viszályoknak a több száz éves hagyománya az nem volt nagyon megnyugtató egy ilyen nagy birodalom szempontjából. Voltak, akik úgy gondolták, hogy Zita féle rossz szelleme Károlynak, de az együttműködésük az kétségtelen. És nem csak Zita és Károlyé, hanem Zita családjai is, hiszen az első világháborúban, amikor Károly hatalomra került, akkor nem sokkal később titkos béketapogatózásokat kezdett a franciák felé, és abban Zitának azt hiszem az egyik fivérét, Sixtust használta föl ezeknek a hát többé-kevésbé titkos, titokba tartani végül is nem tudott béketapogatózásoknak a végrehajtására. Még talán egy érdekességet a bal felső képről, annak a jobb szélén Ferenc József látható útra támaszkodva, hát jelen volt ezen a ceremónián. Akkor talán lépjünk tovább.
Itt már a magyar koronázásnak a pillanatait látjuk. A baloldali két kép azok fotók, vagy talán a híradófilmből kivágott kockák. A jobboldali pedig egy grafika, ami egy kicsit ilyen idealizált képen mutatja be azt ennek a koronázási ceremóniának az egyik legfontosabb elemét, amikor az uralkodó egy fehér lovon, ami nyilván ugye a honfoglalóknak a fehér lovát jelképezi, fölkaptat az úgynevezett koronázási dombra, aminek a tömegét azt az ország minden sarkából összehordott földekből építik föl, hogy ilyen módon egész Magyarországot reprezentálja. És az új uralkodó ezen a fehér lovon, az ország földjén, kvázi Szent Istváni ornátusban, tehát a Szent Istváni koronával a fején, a palástot viselve, és a Szent Istvánnak tulajdonított kardot suhogtatva, és a négy égtáj felé megmutatva, mint egy esküt tesz arra, hogy az ország határait minden irányból érkező támadással szemben megvédi. És ezt, tehát az ország védelmét, valamint a régi jó szokásoknak és a törvényeknek a megtartását egyébként a koronázási hitlevélben és a koronázási esküben is megfogadja. Tehát valójában a magyar királyá koronázás az egyfajta szerződéses viszonyt léptet életbe az uralkodó és az állam, vagy a népe között. És ennek majd a későbben jelentősége, amikor oda eljutunk. Ha szabad ide gyorsan becsatlakozni, hogy ugye azt is érdemes különösen Károly esetében hangsúlyozni, hogy a magyar király koronázások azok formálisan egy katolikus szentmise részét képezik, tehát a király egy katolikus ceremóniának, speciális szentmisének a keretei között válik királlyá, és kerül a fejére a szent korona. És ez az eskü is egyúttal van a népnek tett eskü, ami ugye a bal felső képen látható a ma Mátyás templomnak nevezett templom előtti téren, a Szent Háromság oszlop előtt egy ideiglenesen ácsolt vagy készített emelvényen állnak, és ott teszik az esküt. De ugye van egy egyházi eskü templomon belül is, és ugye ez különösen Károly esetében fontos, aki ugye mint nagyon mélyen vallásos katolikus személy, ennek az eskünek a megszegését tartja alapvető problémának, akár a trónról való lemondás kapcsán is. Igen, köszönöm szépen a kiegészítést. Még egy fotót mutatok erről a ceremóniáról, pontosabban a ceremónia utáni pillanatokból, amikor ugye megint Károlyt, Zitát és a trónörös Ottót látjuk, aki hát ilyen romantikus középkori kifinak van öltöztetve egy ilyen kabinett fotón. Itt ugyanis nem csak Károly koronázása történik meg, hanem Zitái is, tehát őt is megkoronázzák magyar királynővé. Igen ám, de ugye forgandó a szerencse, és hát 1918 végére, nagyjából két évvel Károly megkoronázása után olyan kedvezőtlen fordulatot vett az első világháború, ami nyilvánvalóvá tette, hogy a monarchia vesztese lesz ennek a háborúnak. Egy uralkodónak a uralkodását megítélni ilyen rövid idő alatt nyilván nem könnyű, és az a helyzet, amiben Károly belecsöppent, ugye, hogy egy nem általa megindított, de hát általa megörökölt háborút kell végigvinnie, az őt különösen nehéz helyzetbe hozta. De talán érdekes lenne arról is beszélni egy kicsit, hogy milyen királya volt ő a magyaroknak ez alatt a közel két év alatt. Ugye ez egy tipikus magyar és teljesen helyes és érthető kérdésfeltevés, de ugye ő neki miközben csak magyar királlyá koronázták meg, ezen kívül Magyarország mellett még számos más terület, tartomány és ország uralkodójaként is kellett politizálnia. Tehát ugye ő nem csak magyar király volt, hanem osztrák császár is, és az osztrák császárságba beleértve voltak a csehek, a galíciai lengyelek, galíciai ukránok vagy horvátok, még akár azok az akkor már ellenséges ország iránti szimpátiával vádolt olaszok is, akik ugye Habsburg alattvalóként különösen nehéz helyzetben voltak. Tehát mint császár és királynak kellett helytállni egyben a rettenetesen nehéz helyzetben, és hogyha röviden ezt lehet valahogy összefoglalni, akkor nyilván az volt az ő célja, hogy a birodalmát mentse meg, tehát úgy fejezze be a háborút, hogy abból a Habsburg birodalom, ez a nagyon is régi, és ezáltal azért eléggé roskadozó, sok nemzetiségű, és a nemzetiségek közötti ellentétek miatt elég sok válságon, úgy, ahogy áteviczkélő birodalom,
lehető legjobb állapotban kerüljön ki, és hát az, amikor ő 1916 végén, 17 elején átveszi a birodalom kormányzását, akkor azért eléggé látszott, hogy akkor tud jól kikerülni, hogyha minél előbb kikerül a háborúból, vagyis a minél előbbi jó béke megkötése kellett, hogy legyen a legfőbb uralkodói programja, csak ugye a probléma meg az volt, hogy akkor tudott volna jó békét kötni, hogyha az nem vesztes béke, ugyanakkor viszont, ha meg nyertes béke, akkor meg a németek nyerik meg neki a háborút, és a németek meg nem akarnak úgy békét kötni, hogy abban meg nem az ő érdekeik érvényesülnek elsődlegesen. Tehát igazából egy lehetetlen helyzetbe kerül Károly, és hiába szerepel már a trónralépési nyilatkozatában az, hogy ő neki az őszinte békevágy a legfőbb célja, de ez igazából nem volt megvalósítható az adott európai nagyhatalmi konstellációban. A belpolitika terén pedig azt talán érdemes említeni, hogy ő nemhogy egy, hanem két generációval a Ferenc Józseffel későbbi nemzedékhez tartozik, és ennek megfelelően sokkal modernebb szemlélet. Ugye már az, amire Miklós utaltál az első kocka kapcsán, hogy ő egy nyilvános gimnáziumba jár, ami ugye ezért a főhercegek esetében egyáltalán nem volt szokás, ugye Rudolfat is házi tanítók nevelték még az 1860-as, 70-es években, és sokan ezzel magyarázzák, hogy Károlynak volt egy sokkal nagyobb nyitottság az egyszerű emberek problémái iránt, sokkal mélyebb szociális érzékenysége volt. Ha azt egy császártól nehéz is elvárni, hogy demokrata legyen, de minden esetre a népnek a megkérdezése, a hatalomba való részleges bevonása az nem feltétlenül állt ellentétben az ő hosszabb távú elgondolásaival. Csak hát ezt sem lehetett megcsinálni a háború alatt. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan háborús helyzet, amiben ő van mondjuk 1917-ben, és van egy jól működő kormányrendszer, akkor azt nem okos dolog felborítani mindenféle nagyszabású reformtervek azonnali kivitelezése érdekében. Tehát az a meglátásom, de persze nem biztos, hogy igazam van, hogy nem igazán tudjuk, hogy Károly milyen uralkodó lett volna békeidőben, mert a háború olyan mértékben megkötötte a kezét, hogy sem a külpolitikában, sem a belpolitikában nem tudta azt csinálni, ami neki eredetileg a programja lett volna, már persze, ha volt neki igazán programja. Tehát bizonyos értelemben a Károllyal szembeni rosszindulatú elemzők azt mondják, hogy ő egy kapkodó, bizonytalan, semmit végig nem vivő uralkodó volt, és ezért hozzájárult ahhoz, hogy a birodalom végül a háború végén a vesztesek között szerepeljen. A jóindulatú, vagy hát mondjuk így objektívebb elemzők meg azt mondják, hogy hát alapvetően egy nála sokkal tehetségesebb és többszörösen határozott jellem sem tudott volna egy ilyen helyzetből sokkal több minden jót kihozni. Igen, hát nem tudta magát békeidőben igazából megméretni, hogyha tetszik, hanem ebben a szörnyű világégésben veszett oda a birodalma is, és hát az ő császárság, a királyság is. De hát tegyük hozzá, hogy ugyanezt történt ugye azokkal az uralkodókkal, akiket nála határozottabbnak, régebb óta trónra lépetteknek látunk. Hát II. Vilmos ugyanúgy katasztrofális vereséget szenved, és hát ugyanezt történik az oroszokkal is már 1917-ben, ugye ott még hamarabb el is söpri a forradalom a cári rendszer, tehát ugyanezt történik az oszmán szultánokkal, tehát a vesztes országokban mindenhol megdőlnek a monarchiák, a bolgárok tudják egyedül megőrizni, de ott is borzasztó gyönge marad a királyság. Hát ugye ez történik Magyarországon és Ausztriában is, hogy a háborús vereségnek egészen közeli kilátásai azok mind a két országban, tehát Bécsben és Pesten, az osztrák és a magyar birodalomfélben is fölerősítik a Habsburg ellenességet, a magyar parlamentben deklarálják a personáluniót, tehát hogy vége van a dualizmusnak, a két országot már nem a régi szerződés köti össze, nem egy államszervezetről van szó, hanem csak az uralkodó személye azonos, de a két ország között nincs ennél mélyebb szervezeti kapcsolat, és már a hónap végén tüntetések vannak, főleg Budapesten, amelyek radikális változásokat követelnek, és a demokrata programmal föllépő Károly Mihálynak a kormányfőségét sürgetik. És IV. Károly némi tanakodás után, vagy hezitálás után végül is hozzájárul ehhez, és bár ő nincsen Budapesten, ugye akkor Bécsben tartózkodik, megbízottja, ugye ez a királyi személyi, József főherceg útján miniszterelnökké kinevezi Károly Mihályt.
akinek a közjogi folytonosság miatt szüksége van erre a megerősítésre, tehát hogy ne lehessen, ne érhesse szó a ház elejét, ne lehessen bírálni az ő miniszterelnökségnek a legitimitását, ezért leteszi az esküt József főherceg kezébe, de már másnap felmentést kér az uralkodónak tett esküje alól, és ezt meg is kapja. Tehát úgy tűnik, hogy ez a kormányzat, a Károlyi kormányzat, amelyik nagyon szívesen nevezi magát népkormánynak, és inkább a néptől eredezteti a legitimitását, el akarja magát távolítani a monarchiától. És a későbbiekben ez még inkább látványos lesz, hiszen november folyamán több olyan közjogi gesztus is történik, Magyarországon is és Ausztriában is, amelyik IV. Károlyt fokozatosan kivonja a magyarországi politikai rendszerből. Ennek az első eleme tulajdonképpen nem is magyar vonatkozású, hanem osztrák vonatkozású, hiszen az osztrák parlament számára tesz egy nyilatkozatot Károly, még Schönbrunnban, ugye, tehát még ott van a császárvárosban, vagy hát ugye annak a szélén, a Schönbrunni palotában, ott írja alá a nyilatkozatot, amiben lemond az osztrák trónról, és ugye itt, ahogy említetted, Zitának a szerepe ennek a megfogalmazásában fontos lehetett, és egy lényegében ugyanilyen megszövegezésű, de természetesen magyar nyelvű nyilatkozatot iratnak vele alá két nappal később a magyar parlamentnek a kiküldöttei, akik viszont már nem Schönbrunnba mennek, mert addigra Károly már elhagyta Bécset, ugye a forradalmi hangulat miatt, és Eckartsaubba egy alsó osztriai, hát nem is tudom, ez vadászkastélynak számít, vagy egy ilyen, minden esetre egy nagyon szórakozásokra, víkedélyre kihegyezett kastély ez. Azt hiszem, most múzeum és koncerteket is szoktak ott tartani, tehát azok, akik Ausztriában élnek, azok talán ismerhetik innen is ezt a helyszínt. Oda költözött át Károly, és ott érte utol ez a magyar delegáció a lemondó nyilatkozattal, amit Károly alá is írt, ugye jobb oldalon látszik ez a dokumentum. Van abban valami nagyon kedélyes, hogy csak Károly néven írta alá, ugye? Tehát mindenki tudta, hogy ki az a Károly, aki egy ilyen dokumentumot aláírhat, de hozzá kell tenni, hogy ez évszázadok óta szokása volt az uralkodóknak, tehát mindig a keresztnevüket írták, esetleg még odaírták azt, hogy Rex vagy Regina, ugye attól függően, hogy férfi vagy női uralkodóról volt szó, esetleg még valami díszes kézjegyet helyeztek el, de hát uralkodók ugye így konzultáltak a népükkel. És aztán három nappal később kikiáltották Budapesten a köztársaságot, ugye a népköztársaságot, és ezzel végleg megszakították tulajdonképpen az uralkodóval a kapcsolatot, hiszen most már az államforma is megváltozott. Tehát egy köztársaságban az uralkodó eleve idegen test lett volna. Úgyhogy Károlynak ez a november 13-i lemondó nyilatkozata, ez úgy nézett ki, hogy véglegesen diszkvalifikálja őt a magyar politikai életből. Bocsánat. De aztán újabb fordulatok következtek. Mielőtt a további fordulatokhoz átlépnénk, talán erre az Eckartsaui nyilatkozatra egy picit térjünk vissza, és amire utaltam már előbb, hogy ugye ez egy eléggé bonyolult megfogalmazás, ugye te is kiemeled itt a szövegben, hogy minden részvételről az állam ügyek vitelében lemondok. Ugye ez nem azt jelenti, hogy lemondok a királyságról, lemondok a trónról, ha azt akarta volna mondani, nyilván meg tudta volna így is fogalmazni. Ugye ez egy inkább ilyen visszavonulás, király vagyok, de nem uralkodok. Uralkodjon helyettem a miniszterelnök, intézze ő az ügyeket, én felmentettem a nekem való engedelmesség alól, de a királyi címemet legalább azt megtartom. Ezzel ellentmondásban áll az én olvasatomban viszont a következő mondatrész, ami viszont azt mondja, hogy már eleve elismerem azt a döntést, mellyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja. Tehát, ha Magyarország arra illetékes szervei azt fogják majd mondani, hogy már pedig Magyarország köztársaság legyen, vagyis én nekem nincs jogom tovább királynak nevezni magam, akkor ezt előre elismerem. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy amely fórum kimondja 1918. november 16-án, hogy Magyarország egy független népköztársaság, azt Károly elismeri-e vajon, és általában a politika csinálók elismerik-e egy legitim döntéshozó, az ország tényleges akaratát kifejező szervezetnek, fórumnak, intézménynek, vagy sem? Mert ha nem, akkor a Károly azt mondhatja, hogy hát majd, ha lesz egy olyan magyar nemzetgyűlés, népszavazás, valami, amely dönt az államforma kérdésében, azt majd elismerem, na de ezt viszont nem ismerem el. És akkor én továbbra is király vagyok, hogy ez a visszatérési kísérletek kapcsán egy mondjuk így elméleti szempontból egy fontos kérdés, és ezért nem mindegy, hogy van a mondat első fele, hogy ő nem mond le a trónról, hanem csak az államügyek viteléről mond le, és attól húzódik vissza.
megengedem, természetesen egészen más olvasatai is lehetnek ennek a szándékosan bonyolult mondatnak és összetett mondatnak, de ugye egy Károly visszatérési kísérletét jogilag, közjogilag védeni kívánó hozzáállás, az így érvelhet. Így van, tényleg nagyon óvatos a szöveg megfogalmazása, ad is egy kicsit, meg el is vesz egy kicsit. A dokumentumnak az érvényességét egyébként utóbb többen vitatták. Hát az egyik legfontosabb érv amellett, hogy maga a dokumentum érvénytelen, az, hogy nincs rajta ellenjegyzés. Ugye a régi magyar törvények szerint 1848 felújítva 1867-ben az uralkodónak ilyen jellegű rendelkezései csak akkor érvényesek, hogyha a minisztériumnak, vagyis a kormánynak legalább egy tagja, egy minisztere ellenjegyzi. Márpedig ugye ezen a nyilatkozaton nincs ellenjegyzés. És ez azért érdekes, mert megmutatja, hogy a Károlyi kormány, amelyiknek tulajdonképpen a kezében volt egy adóász arra vonatkozólag, hogy az uralkodó önszántából lép ki a politika porondjáról, annyira nem tartották jelentősnek ezt a nyilatkozatot, hogy nem érvényesítették miniszterileg, hanem egyszerűen egy más gesztussal, tehát a köztársaságnak a kikiáltásával, a népakarat megnyilvánulásával alakították át az országot monarchiából, respublikává, vagyis királyságból, köztársasággá. Tehát ez a dokumentum valóban történeti jelentőségű, de közjogi érvényessége jól érvelhető módon nincsen. Minden esetre szerencsés, hogy egy ilyen jó másolatban áll rendelkezésünkre, hogy olvasható az eredeti szöveg. Egyébként ez a szöveg, szerintem nem az eredeti, hanem ugyanilyen szép másolat, az Eckartsau-i kastélyban kiállításon is látható, ami egyébként egy vadászkastély, nagyon szép park közepén áll, és látogatható is, már legalábbis a pandémia előtt látogatható volt, remélhetőleg utána is az lesz. És csak még egy apró adalék, hogy ugye amikor Ferenc József trónra kerül 1848 végén, ahhoz is az kell, hogy 5. Ferdinánd lemondjon a trónról. És ugye már az 1848 áprilisi törvények után vagyunk, amik előírják az ilyen óriási jelentőségű ügyekben a miniszterelnöki ellenjegyzést, és azért nem fogadja el a magyar álláspont 5. Ferdinánd távozását a trónról, és majd ennek logikus következményeként Ferenc József trónra lépését, mert ahhoz a magyar közjogi illetékes tényező, konkrétan a miniszterelnök nem adta a nevét, és ugye az egész ellenjegyzés azért fontos, mert ugye a király az a ősi törvények szerint szent és sérthetetlen, tehát ő bármit csinálhat, nem lehet érte felelősségre vonni, és pont azért kell az ő döntései mellé egy felelősségre vonható, felelős miniszterelnök vagy felelős miniszter aláírása is, hogy na majd akkor, ha ez a rendelkezés, amit a király aláírásával meghoztak, a káros vagy a nemzet érdekeit sérti, akkor ezen a felelős személyen lehessen elverni a port. Ahogy a magyarok nem ismerték el 1848-ban 5. Ferdinánd lemondását ellenjegyzés nélkül, úgy a Károly lemondása mellől hiányzó ellenjegyzés ugyanilyen logikai alapon közjogilag támadható, ahogy te is az előbb elmondtad. Igen. Érdekes egyébként, akkor ugorjunk még egy egész picit előrébb, hogy a legitimisták, tehát azok, akik Károlynak a legitim, vagyis törvényes trónjogát elismerték, azok hivatkoztak erre a lemondó nyilatkozatra, mint ami érvénytelen, hiszen nincsen rajta az ellenjegyzés. Azok viszont, akik végleg meg akarták fosztani Károlyt, sőt, lehetőleg a habsburgokat is a trónjuktól, ugyancsak hivatkoztak erre a lemondó nyilatkozatra, mint ami mégiscsak az uralkodónak a szándékát tükrözi, és ők azt mondták, hogy ez valójában gyáva megfutamodás volt Károly részéről, hiszen a legvészteresebb időkben hagyta ott népét az uralkodó, akinek éppen akkor kellett volna fölkarolni a nemzetet, az államot, amikor annak erre a legnagyobb szüksége volt. Tehát egyetlen nyilatkozatnak nagyon sokféle értelmezése létezik, akár érvényesnek, akár érvénytelennek tekintik a papírost. Ha egyel tovább lépünk, akkor ugye azt látjuk, hogy nagyjából egy évvel később, tehát amikor a Károlyi féle mozgalom ugye megbukik, és már a tanácsköztársaság is megbukik, 1919 őszén egy visszarendeződés következik be ellenforradalmi jelleggel, akkor megint fölmerül az államforma kérdése. És ebben a nagy kérdés az, hogy királyság vagy köztársaság legyen. Ugye azok, akik a köztársaság pártján vannak, azoknak a száma nagyon megfogyatkozik, mert lejárta magát ez az államforma, hiszen csupa kudarc fűződik az emlékéhez. Ugye a
háborús vereségnek az egyértelművé válása, idegen megszállás, javaknak az elhurcolása, rengeteg gyilkosság, sikertelen belpolitika. Tehát a köztársaság, mint államforma meg van bélyegezve, a királyság pedig hát egy kicsit megszépül. Ugye az utolsó egy évnek a traumatikus élményei megszépítik a királyságot, és a túlnyomó többsége a politikailag aktív népességnek az a királyság mellett teszi le a voksát. Sőt, azok ellen, akik köztársasági propagandát folytatnak a 20-as évek első felében, azok ellen még politikai perek is indulnak, többeket le is csuknak ezügyben, és nagyon sokan pedig ugye emigrációba vonulnak. De ha királyság, akkor is fölmerül a kérdés, hogy jó, de hát ki legyen a király, ki töltse be a trónt. És a legitimisták, akkor úgy említettem, hogy akik legitimnek ismerik el IV. Károlyt a régi magyar törvényeknek az értelmében, azok úgy gondolják, hogy őt kell visszahozni a trónra. Azok viszont, akik úgy gondolják, hogy ő nem alkalmas, ugye itt fölmerülnek a régi kritikák, hogy túl fiatal, gyönge, nem tudta sikerre vinni a háborút, tapasztalatlan, stb. Vagy akik úgy gondolják, hogy itt a lehetőség, hogy megszabaduljunk a Habsburgoktól, és egy nemzeti dinasztiát hozzunk létre, ők azt mondják, hogy a király választási joga visszaszállott a nemzetre, és most már a magyaroknak kell eldönteniük, hogy kit kívánnak a trónra. Nemzeti királyt kívánnak, aminek két értelme is van. Az egyik az, hogy csak Magyarország uralkodjék, tehát ne legyen más trónja is, ami esetleg megosztja a figyelmét, és azt is jelentheti, hogy lehetőleg magyar dinasztiából származik, de ez nem feltétlenül van így, tehát elképzelhető, hogy valami külföldi királyi család kerüljön a magyar trónra, de mindenképpen akkor csak a magyar trónon üljön, és ne rendelje alá a magyar érdekeket esetleg más trónjainak, koronáinak az érdekei alá. Végül is, mivel nem tudnak dönteni ebben a kérdésben, az 1920 elején összehívott nemzetgyűlés az átmeneti megoldást alkalmaz, törvényt hoz arról, hogy ideiglenesen bevezeti a kormányzó tisztségét, és erre rögtön meg is választják Horthy Miklóst, aki ugye katonaként tűnik föl, tengerésztisztként tűnik föl az első világháborúban, ráadásul sikeres ezen a téren, országos ismertséget szerez, ő lesz a Osztrák-Magyar Monarchia flottájának az utolsó parancsnoka, de aztán visszavonul, és 1919 tavaszán aktivizálódik csak újra, amikor egy ellenforradalmi kormányzatnak lesz a hadügyminisztere, hadsereget szervez, és ennek a körülbelül hát olyan bő 30 ezeres haderőnek a parancsnokaként, ő az igazi erős ember Magyarországon 1919-1920 fordulóján, és ezt a katonai erőt, ami a rendelkezésére áll, ezt végül is át tudja váltani politikai hatalomra. És így lesz ő belőle 1920. március 1-én kormányzó. Az ő viszonya a Habsburg házhoz azonban elég érdekes, hiszen a pályafutásának egy korábbi részében, ugye 1910 körül éveken át Ferenc József személyes szolgálatában van. Méghozzá úgy, mint szárnysegéd. Az uralkodónak három katona szárnysegédje volt, a három fegyvernemből, és ezek közül az egyik az mindig magyar volt, és itt a tengerészeti szárnysegédi posztot Horthy Miklós töltötte be, tehát az ő hűsége az uralkodó házhoz, személyesen Ferenc Józsefhez és áttételesen Habsburgokhoz úgy tűnik, hogy nem megkérdőjelezhető. És valószínűleg ez is szerepet játszott abban, hogy amikor IV. Károly szeretett volna visszatérni a magyar trónra, akkor úgy érezhette, hogy ez könnyen fog menni, hiszen egy olyan embernek a lojalitásában, aki korábban a Habsburg házhoz ilyen szorosan kötődött, nyugodtan megbízhat. Nem tudom, hogy ez meritokratása-e, vagy egyet értesz ezzel. Abszolút, és ugye nyilván Horthynak a Ferenc Józsefhez fűződő szoros kapcsolata, az nyilván az ő személyes karrierjét, katonai karrierjét is előlendítette. Másrészt, hogyha valaki elolvassa Horthy egyébként számos helyen kimutathatóan nem objektív visszaemlékezéseit, ott is nagyon meleg szavakkal emlékezik meg az akcsászáról, aki milyen bölcs volt, milyen óriási megtiszteltetés volt a közelében lenni, és ahhoz képest, hogy a Horthy igen hosszú élete során azért ez csak néhány év volt, meglehetősen hosszan ír erről, tehát minden bizonnyal az ő világlátásában, a szellemi politikai horizontjának a kitágításában ezek eléggé formáló évek lehettek,
Az más kérdés persze, hogy Hortinak, vagy a Horthy családnak a Károlyhoz személyesen is voltak kapcsolatai. Már nem emlékszem, hogy a Horthynak milyen rokona, talán a bátyja lovagolni tanította emlékeim szerint a Károlyt még főherceg korában, tehát még a Károly személyesen is remélhette azt, hogy a Horthyban egy hozzá teljes mértékben hűséges kormányzót lát Magyarország ideiglenes államfői posztján, ami nyilván az ő visszatérését esetleg megkönnyítheti. Hát a Horthynak, azt hiszem, a Horthy Jenőről lehet szó, aki egy passzionatos úrlovas volt és vadász, és még könyvet is írt az élményeiről. Talán ő lehetett ez a lovas. Visszavágyik tulajdonképpen a trónjaira, és érdekes módon minden jel arra való, hogy Magyarországon nagyobbak az esélyei. Ugye Ausztriában a köztársaság stabilan működik, a Habsburgokat még, ha jól tudom, a vagyonuktól is megfosztották, nem tudom, hogy az állampolgárságuktól is megfosztották őket, de minden esetre nagyon nehéz helyzetben vannak Ausztriában. Magyarországon pedig legalább van egy legitimista tábor, hogyha ez nem is egy nagyon, nagyon széles körű csoport, de nagyon tekintélyes emberekből áll. Hiszen a katolikus egyházfőknek a java része, a vezető katonatiszteknek igen jelentős része, a magyar arisztokráciának a katolikus része, túlnyomó többségében Habsburg hű, tehát ő rájuk lehetne támaszkodni. Ugyanakkor persze a köznép, hát ugye a Kossuth János kisgazdapárt, amelyik ugye akkor megnyeri a választásokat 1920 elején, az inkább Habsburg ellenes, és inkább szabad királyválasztó ilyen tekintetben, de mégis a legitimizmusnak Magyarországon sokkal erősebbek a bástyái, mint Ausztriában. Úgyhogy Károly több alkalommal is 1919 végén, 20 első felében bejelenti, hogy szeretne visszatérni Magyarországra, de mindig elhárítják. Azt mondják, hogy a Habsburg név az most nem cseng jó nemzetközileg, Magyarország készül a békekonferenciára, nem terhelheti meg a saját politikai kilátásait azzal, hogy visszahívja Károlyt a trónra, mert ez esetleg ellenséges hangulatot ébresztene Magyarország ellen. Ezt Károly tudomásul veszi, de a trianoni béke aláírásának a napján, június 4-én megint jelentkezik, hogy most már tényleg minden probléma elhárult, ennél rosszabb már Magyarországon nem történhet, tehát továbbra is számot tart a trónjára. Aztán mégis hónapok telnek el, amíg rászánja magát arra, hogy visszatér, és ez az első királyjárás, ahogy a korszakban nevezték, akkoriban még nem királypuccsot emlegettek, annál is kevésbé, mert ugye az első visszatérési kísérlete nagyon békés volt Károlynak. Akkor ő svájci emigrációban volt, ugye Ausztriában nem maradhatott már, és egy francia nyelvű kantonban, Vaud kantonban talált menedéket, Pangenben, ez a Genfi-tó partján van, egy nagyon szép kis palotácska, múzeum van benne egyébként, és onnan titokban, ha minden igaz, akkor inkognitó érkezett Bécs érintésével Magyarországra, ahol Szombathelyen betoppant Mikes János püspöknek a rezidenciájára. Ez egyébként a dokumentumfilmben is szerepel, ez a mozzanat, hogy mennyire váratlanul érkezik oda meg. És egy-két nappal később Budapestre utazik, Teleki Pálnak a kíséretében, nem egészen a kíséretében, de együtt indulnak a Budapestre, csak két különböző gépkocsival, és a célja az Károlynak, hogy rábeszélje Horthyt, hogy adja át neki hatalmat. Tehát, hogy az ő ideiglenes megbízatása, kormányzói megbízatása lejárt, az uralkodó visszatért a trónra, és a kormányzónak egyetlen kötelessége lehet a hatalmat átadni. Kitudódik azonban Károlynak a magyarországi tartózkodása, és részben az Antantnak, ha tetszik, a szövetségeseknek a tiltakozása, részben pedig Magyarország szomszédai részéről nagyon erőteljes tiltakozás kezdődik, jelzik, hogy nem tűrhetik, hogy a Habsburgok visszatérjenek a magyar trónra, részben azért, mert ez föléleszteni, hogy azokat az esküket, amikről korábban beszéltünk, tehát hogy IV. Károly elkötelezi magát Magyarország megvédése mellett, ami ugye a területek elcsatolása után csak az lehet, hogy ezeket a területeket vissza kell szerezni. Tehát Károlynak a magyarországi restaurációja, újabb trónfoglalása azt jelenteni, hogy ő elkötelezett revizionist lesz, aki az elcsatolt területeknek a visszaszerzésére teszi föl az életét. De a nagyhatalmak sem rokon szenveznek ezzel az ötlettel, ugye 1920 áprilisában egy nyilatkozatot is kiadnak arról, hogy nem tűrhetik a Habsburgok visszatérését, és ebben már azért a nagypolitikának a
hogy mondjam, szempontjai jelentkeznek. A legvilágosabban érthető ez talán a francia részről, hiszen ha visszalépünk pár száz évet a történelemben, akkor tudatosulhat bennünk, hogy, hát, hogy nagyjából a középkortól a francia diplomáciának vagy külpolitikának az alfája tulajdonképpen a németellenesség. És ezt a germán veszedelmet, ami a franciákat fenyegeti, ezt a nagyjából a 14.-15. századtól a Habsburgok jelentették meg, a német-római császárság. És amikor a 16. század elején a Habsburgok megszerzik Spanyolországot is, akkor a franciáknak az óriási probléma, hiszen már nem csak keletről, hanem délről is nyomasztja őket ez a Habsburg jelenlét. Ezért van az, hogy ugye a 18. század elején, amikor sikerül a spanyol örökösödési háborúban felülkerekednünk, akkor azonnal a saját dinasztiáikat, a Bourbonokat ültetik a spanyol trónra is, és ezzel legalább ezt a déli fenyegetést kivédik. De a német-római császárság és annak az élén a Habsburg dinasztia még mindig fő ellensége, fő kontinentális ellensége a franciáknak. És csak a napóleoni háborúk után enyhül ez a Habsburg ellenesség, amikor ugye a Napóleon felszámolja a német-római császárságot, és helyébe az osztrák császárságot lépteti, amelyik egyrészt egy hát kevésbé erőteljes, kevésbé befolyásos, és hát egy megtört birodalom tulajdonképpen, amelyiket a franciák többször is legyőznek a harctereken. Azon kívül a Habsburg ellenességnek a csillapodása a franciák részéről más oldalról azért is bekövetkezik, mert a német fenyegetésnek a szerepét egyre inkább a poroszok veszik át, és aztán majd 1870-től természetesen a német császárság. Tehát a francia germanofóbiának már nem a Habsburgok a hordozói, hanem egyre inkább a Hohenzollernek, ugye a porosz-német uralkodók, és a franciáknak a német ellenesség egyre inkább Berlin ellenében nyilvánul meg. Csak hogy az első világháborúban a Habsburgok és a Hohenzollernek összefognak, tehát a két nagy germán ellenség egyszerre fenekedik a franciákra, és még egyszer nem akarnak a franciák olyan ellenséget maguknak, ami valamilyen módon kilátásba hozná a további osztrák-német együttműködést. Ezért opponálják olyan élesen a Habsburgok visszatérését, akár még a magyar trónra is. Attól tartanak, hogy esetleg ez valami láncreakcióként Ausztriában is restaurációhoz vezethetne. Tehát a franciák részéről nagyon érthető ez az ellenségesség, a brit részről talán egy kicsit kevésbé, ők a Habsburgok ellen olyan nagyon nem voltak soha ellenségesek. Talán itt a vallási szempontok, régi vallási szempontok játszhatnak valamennyi szerepet, hiszen ugye tudjuk, hogy az anglikán egyház az Rómával ellentétben van, a Habsburgok viszont Rómával, a Vatikánnal mindig nagyon jól megértették egymást, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit távoli asszociáció. Olasz részről megint csak érthető, hogy miért nem akarják újra a Habsburgokat trónon látni, hiszen az ő olasz terjeszkedési politikáiknak is az egyik fő gátját éppen a Habsburgok és Ausztria jelentette. Akárhogy is, nagyhatalmi részről és Magyarország szomszédai részéről is nagyon éles a tiltakozás IV. Károly visszatérése ellen, és végül a magyar kormány beadja a derekát, Korti nem hajlandó átadni a hatalmat IV. Károlynak, békében válnak el, de hát Károly mégis dolgavégzetlenül kényszerül elhagyni Magyarországot, Budapestről visszatér Szombathelyre, és hát vissza szeretne térni Svájcba, csak Pranzsen már nem fogadja vissza. Mert az a kanton, ahol ő annak idején menedéket kapott, mikor Ausztriából távoznia kellett, kikötötte, hogy IV. Károly a továbbiakban, mint egyszerű polgár fog ott tartózkodni, tehát politikai akciókat nem hajthat végre. És mivel ezt megszegte Károly, Vaud nem akar őt visszafogadni. Úgyhogy napokig tart, amíg végre egy másik svájci kanton hajlandó menedéket nyújtani Károlynak, ez Luzern kantonban Hertenstein lesz, ez egy tulajdonképpen egy nagy palota, nem is egy helység, és ott lakik majd kb. Fél évig Károly, ott talál menedéket, ez a német-svájci területen van, Svájc északkeleti részén. És ami még érdekes folyamánya tulajdonképpen az első királyjárásnak, megbukteleki kormánya, és helyébe beszélnek a
a kezdetét jelzi. A másik pedig, hogy Magyarország nemzetközileg még nehezebb helyzetbe kerül, mert kialakul Magyarország körül a Kisantantnak a szövetsége, egy csehszlovák-román és egy román-jugoszláv szerződést kötnek néhány hónappal az első királyjárás követően, ami Magyarország körül egy ilyen folytogató gyűrűt hoz létre. Nem tudom, hogy van-e valami kiegészítésed vagy észrevételed. Elsősorban kérdésem van hozzád, mint diplomáciatörténészhez, hogy a múltból is levezethetően, meg a világháborús ellentét, meg a megszerzett területek megtartása iránti igény is mind-mind azt mutatta, hogy a győztes Antant nem óhajtja a Károlynak a visszatérését, még akár csak a magyar trónra sem. Ha ez, gondolom, nem csak így utólag volt nyilvánvaló, hanem már azért a korban is erősen látszódhattak ezek az érdekek és erővonalak, akkor Károly egyáltalán miért mert belevágni ebbe az akcióba? Különösképpen kihegyezném a kérdést arra, hogy ugye ő valamiféle titkos francia támogatásra hivatkozott állítólag a Hortival szemben, ami hát ugye nem egy nyilvános felvállalása lett volna az ő akciójának, hanem egy ilyen fait accompli elismerése, tehát hogy ha sikerül átvenni a hatalmat, és sikerült berendezkedni, azt a franciák állítólag elfogadták volna. Ez az erőviszonyok teljes félreértése volt a Károly részéről, vagy a franciák egyszerűen átejtették, vagy ő értett félre egy nem is felelős helyről érkező francia jelzést? Mert az itt nagyon-nagyon nincs szinkronban a két dolog, amiről beszéltünk, amiben ő gondolkodott, ha jól értjük az ő elgondolásait. Igen, igen. Hát ez a kortársakat is foglalkoztatta, a történészeket is foglalkoztatta, és én úgy tudom, hogy máig nincsen perdöntő bizonyíték arra, hogy mire támaszkodhatott Károly. Az biztos, hogy kapott olyan híreket, de ezek mind az ő belső köréből származtak, hogy ők olyan információkkal rendelkeznek, hogy Franciaországban igenis van egy olyan szárnya a politikai életnek, amelyik nem venné rossz néven, hogyha a Habsburgok visszatérnének a magyar trónra, esetleg még az osztrák trónra is. Voltak ilyen személyek kétségkívül Franciaországban, főleg katonai körökben, royalista körökben, akik önmagában a monarchia intézményét jobbnak tartották, mint a köztársasági államformát, konzervatívok voltak, és a francia külpolitikai érdekeket pedig abban látták, hogy bármi módon meg kell akadályozni az Anschluss, tehát Németország és Ausztria egyesülését. És hogyha ez Ausztriának önmagában való megerősítését kívánja, vagy esetleg Ausztria és Magyarország valami fajta együttműködését kívánja meg, akkor ez még mindig jobb, mint hogyha a gyönge Ausztria egyszerűen Németország karjaiba ugrik. Tehát részben ideológiai megfontolásokból, részben pedig külpolitikai vagy nagypolitikai megfontolásokból is lehetett úgy gondolni, hogy franciák számára nem a legrosszabb forgatókönyv a Habsburgok visszatérése. De ez soha nem volt francia kormánypolitika, és senkinek sem sikerült olyan francia dokumentumot találni, ami alátámasztaná azt, hogy hivatalos körökből támogatták volna akár ilyen közvetett módon is Károlynak a visszatérését. De Károlynak a tanácsadói között, akik egyébként nyilván érdekeltek voltak abban, hogy Károly minél magasabb pozícióra jusson, onnan jöttek ezek a hangok, amik ebbe az irányba tolták Károlyt. Lehet, hogy ez egyes személyek felelőtlensége volt, vagy rossz helyzetfelismerése, minden esetre egyenlőre úgy tűnik, más írásos bizonyítékok hiány, hogy ennek nem volt meg a valós alapja. És nem csak az első király járás esetében, hanem a második esetében sem. Károly ott is azért volt hajlandó elindulni, mert azt az információt kapta, hogy tudomásul vennének egy fait accompli, tehát hogyha kész tények elé állítanák a nagyhatalmakat, akkor a franciák azt tudomásul vennék. De mondom, sem az első, sem a második királyjárás alkalmával nincsenek olyan perdöntő bizonyítékok, amik ezt alátámasztanák. Hát nézzük is meg akkor a második királyjárásnak a történetét, ami drámai is tulajdonképpen, mint az első, hiszen itt fegyveres összecsapásra is sor kerül. A magyar kormány az első királyjárást követően tulajdonképpen kijelölt egy személyt, egy ilyen kapcsolattartó személyt, Gratz Gusztáv személyt, aki egyébként a Teleki kormánynak a külügyminisztere volt, és Telekivel együtt mondott le, sőt, még Telekit megelőzően egy pár nappal, ő legitimista volt, meggyőződéses legitimista, és a kormány úgy gondolta, hogy Gratz legyen az a személy, aki hírvívőként, információ továbbítóként az uralkodó és a kormány között működik.
de Grazon kívül voltak önjelöltek is, akik ezeket a feladatokat el akarták látni, és hát persze a magyarországi legitimisták között is volt olyan irányzat, amelyik inkább csillapította volna Károlynak a sietségét, mert úgy gondolták, hogy nem alkalmas az időpont a visszatérése, de voltak olyanok is, akik fűtötték őt, hogy igenis jöjjön vissza, mert minél hosszabb ideig maradt távol Magyarországtól, annál jobban elfelejtik. És végül aztán Károly az utóbbiakra hallgatott, tehát a sokféle hang közül azokat akarta meghallani, amik a magyarországi gyors visszatérését sürgették, és második alkalommal egy kicsit jobban előkészítve a Magyarország utazását, repülőgépet bérelve, gyorsabban ideérve, végül is október végén vágott neki az útnak. Megint Nyugat-Magyarországon érkezett, ugye az ottani Habsburg-hű arisztokratáknak a támogatásában bízva, Dénesfa birtokon, egy ciráki birtokon szállt rá a repülőgépével, de ez nem volt előkészítve ez a látogatás sem abból a szempontból, hogy nem tudtak róla még a magyarországi hívei sem. Minden esetre rögtön átvitték Sopronba, ott éjszakáztak, de kiderült az ott léte, és Sopronból a bécsi angol követség információt kapott arról, hogy Károly megérkezett. Még Budapesten nem tudtak erről semmit, de Bécsben már igen. És mire másnap Sopronból vonattal elindult Károly Budapest felé, akkor már jöttek a hírek arról, hogy Károly nem egyedül, hanem már akkor néhány száz katonának a kíséretében, és aztán később ez a kontingens nagyjából 5000 főre nőtt, tehát végül már nagyjából 5000 katonával indul Budapest ellen, és ráadásul közben a vonaton még egy ellenkormányt is alakított legitimista politikusoknak a részvételével. Végül is Buda őrsnél sikerült megállítani a királyi vonatot október 23-án. Ez a nagyjából 5000 fős királyi hadsereg, akiket zömmel Nyugat-Magyarországról verbúváltak, ez egy kb. 3000 fős kormányhadsereggel ütközött meg Budaörs határában, a törökugratónál. Nem volt szerencsére sok halálos áldozat, nagyon gyorsan tűzszünetet hirdettek, tárgyalni kezdtek, de végül is letartóztatták Károlyt, őrizetbe vették a kormánynak a tisztviselői, és hát ennek ugye megint az állt a hátterében, hogy nem csak polgárháborúval fenyegetett Károlynak ugye ez a fegyveres akciója, amit már nyugodtan nevezhetünk pucsnak, hanem még a korábbinál is erősebb tiltakozást a nyugati nagyhatalmak, illetve a kisantant részéről. Itt már csehszlovák és jugoszláv részről háborús fenyegetések is elhangzottak. Tehát azzal fenyegetőztek, hogy előzönlik Magyarországot, hogyha Károlyt újra trónra ültetnék. Úgyhogy, hát ha úgy tetszik, akkor önvédelemből, részben az ország részéről, részben a Horthy részéről, aki most már a kormányzói pozíciójához is ragaszkodott, ez már elég jól kimutatható, hogy már a saját pozícióját is féltette. Ilyen módon az uralkodót őrizetbe vették, és aztán úgy távolították el Magyarországról, hogy onnan már nem is volt visszatérés. Tatán, aztán Tihanyban tartották fogva a királyt, itt Tihanyban rengeteg küldöttség kereste őt fel, vagy próbálta legalábbis felkeresni, megpróbáltak valamilyen kompromisszumot elé tárni, hogy hogyan volna az megoldható, hogy ő lemond a trónról, de utódainak a trónröklése nincs kizárva, esetleg Ottóval, amikor majd visszatérhet a trónra. De Károly ezeket mind nagyon mereven lesöpörte ezeket a javaslatokat, a legtöbb küldöttséget nem is volt hajlandó fogadni. Azt hiszem, hogy talán csak Csernok Jánossal, a Herceg Tímással találkozott, de ő se tudta jobb belátásra téríteni, úgyhogy végül is Károlyt aztán a családjával együtt átadták egy angol hadihajó parancsnokának, amelyik Bajáig tudott a Dunán följönni a hajójával, és onnan Bajáról szállították őt el, és végül Madeira szigetére száműzték az egész családot, tehát Károlyt is, Zitát is, és a gyerekeket is, és Károly ott aztán a következő tavasszal, talán spanyolnáthában, vagy tüdőgyulladásban, de valami hasonló betegségben meghalt, ugye nem volt még 40 éves, 1922. április 1-én halt meg. És úgy tűnik, hogy valahogyan megérezhette, hogy ez az utolsó visszatérési kísérlete kockázatosabb a korábbinál, mert még Hertensteinben, tehát az indulása előtt végrendeletet készített, aminek a lényege tulajdonképpen a Habsburg-ház magyarországi politikai jövője volt.
és ebben ki is emeltem a leglényegesebb részt, ugye számítva arra, hogy esetleg őt a halál utoléri, mindenképpen fönn akarta tartani a Habsburgok trónigényét, és mivel Otto még kiskorú volt akkor, Otto királyfi akkor 9 éves volt, ezért a nagykorúságáig Zitát, tehát a feleségét nevezte meg gyámnak. És hogyha Zitával is valami történne, akkor pedig a saját egyik fivérétől, Miksa főhercegét, és ha esetleg ővel is valami történne, akkor a rangidős Habsburg főherceg lett volna mindig Ottónak a gyámja, egészen addig, amíg Ottó nagykorú nem lesz, és majd elfoglalhatja a magyar trónt. Viszont ezt már nem respektálta a magyar kormányzat, és közben egyébként a nyugati hatalmaknak a felszólítására a nemzetgyűlésben keresztül kellett vinni egy trónfosztó törvényt, amelyik kimondta IV. Károly személyes uralkodói jogainak megszűnését, valamint a Habsburgház örökösödési jogának a megszűnését. Ez önmagában még nem zárta volna ki azt, hogy a Habsburgokat esetleg megválasszák a magyar trónra, de az örökösödési jogot megszüntette, és mivel a későbbiekben már nem merült fel olyan intenzíven a király kérdés, hogy ezzel foglalkozni kellett volna, lényegében itt véget ért, hát legalábbis ugye az elmúlt 100 évre a Habsburg dinasztia magyarországi uralkodása. Ugye Károlynak a halálával áprilisban még a legitimisták is úgy tekintették, hogy Otto trónigénye nem aktuális, hiszen még kisfiú, így a legitimizmus fokozatosan meggyengül. Nagyjából 10 évet kellett volna várni még a legitimistáknak is a saját szempontjaik szerint is, hogy Ottónak a királyságát fölvessék, és ez alatt az idő alatt annyira stabilizálódott a magyarországi helyzet, és Horthynak a politikai pozíció is annyira megerősödött, hogy valójában nem volt már mód, de igény sem arra, hogy a Habsburgokat visszahozzák a magyar trónra, vagy akár királyt válasszanak. Tehát ez nem volt már aktuális a két világháború közötti időszakban. 1945 után pedig 46-ban, amikor megint köztársaság lett Magyarország, akkor ez értelemszerűen végleg kizáródott a lehetőségek közül. Jól lehet, ugye az 1945-46-os államforma keresési időszakban is lettek volna olyanok, akik a Habsburgok és konkrétan Otto tróra ültetését tartották volna jó opciónak, ugye nem kisebb egyéniség, mint a esztergomi érsek hercegprímás Vincenti József is támogatott volna valami hasonlót, és ugye az az egyetlen párt, kis párt, amelyik az akkori magyar parlamentben a köztársasági törvény ellen szavazott, ugye ez a Slakta Margit féle keresztény női tábor, ők is Habsburg hű, ha úgy tetszik, legitimista elvi alapon, és persze ideológiai alapon ellenezték a köztársasági államformát. De már ez is mutatja persze, hogy a II. Világháború utánra végképp egy nagyon szűk körre korlátozódott azoknak a közéleti tényezőknek, vagy pláne politikai hatalombirtokosoknak az aránya és köre, akik egy Habsburg restaurációban gondolkodtak, és tulajdonképpen ez pont 100 év 1921-ben bekövetkező két visszatérési kísérlet valóban a Habsburgok Magyarország uralmának a végét, és az esélyüknek, a trónra való visszatérésük esélyüknek a végét jelentette, hiszen bármennyire is népszerű volt az idős Habsburg Otto a rendszerváltozás éveiben, ugye 88-89-ben, talán még 90-ben is, föl is merült talán valamelyik párt részéről, hogy ő lenne a köztársasági elnök jelöltjük, ennek akkor már azért igazából realitása nem volt, és jó kérdés, hogy Otto mindenre mit válaszolt volna. Talán a Habsburg Otto alapítvány birtokába került Otto archívum alapos elemzésével erre is választ kapunk majd egyszer, de azt gondolom, hogy ez a 100 évvel ezelőtti történet tulajdonképpen érdemben a Habsburg-magyar kapcsolatoknak az utójáték, az utolsó fontosabb fejezete, és ami ezután van, az már csak epilógus. Igen. Hát azt tudjuk, hogy Otto ezt ambicionálta egyébként fiatal korában is. Az 1930-as, 40-es évek fordulójától több a világháború időszakában, a második világháború időszakában több alkalommal is úgy lépett föl, mint Magyarországnak valami fajta képviselője az amerikai kormánnyal, még tárgyalt is, vagy hát ilyen kisebb tárgyalásokba bocsátkozott Magyarország jövőjéről
nyilvánvalóan abban a hitben, hogy ő neki Magyarországon valamilyen szerepe lehet. És őt fogadta is egyébként az amerikai külügyminiszter az 1940-es évek elején. Ez az az időszak, amikor Magyarországnak a helyzete nagyon meginog, az angol száz hatalmakkal hadi állapotba kerülünk, a magyar kormányt nem ismerik el tárgyalófélnek az angol százok, és akkor Otto föllép, mint egy lehetséges alternatíva. És a rendszerváltozás időszakában is ugye nagyon nagy népszerűségnek örvendett, személyesen is, meg hát nyilván a Habsburg név is sokat jelentett. Kérdezték is őt egyébként, hogy el tud-e képzelni magának jövőt Magyarországon, és ezt ő nagyon finoman úgy hárította el, hogy azt igennek is, meg nemnek is lehetett venni. Egyébként több párt is elképzelhetőnek tartotta az ő köztársasági elnök jelöltségét. Az egyik éppen a Kisgazdapárt volt, amely azért volt nagyon érdekes, mert hát ők hagyományosan pont Habsburg ellenesek. De hát abban a nagyon furcsa hagyománykereső időszakban, amikor minden politikai párt megpróbálta kitalálni, hogy ki is ő valójában, ott néha nem a saját hagyományokra támaszkodtak, hanem nagyon szívesen vettek igénybe olyan reklám lehetőségeket, amit egy ilyen nagy név, mint a Habsburg Otto biztosította számukra. Ugye azt érdemes esetleg még a II. Világháború alatti és utáni Habsburg restaurációs tervezgetésekhez hozzátenni, hogy itt is már inkább egy esetleges külső támogatásból, külső nagyhatalmi akaratból, a győztesek akaratából megvalósuló esélyről lehetett volna szó. Ugye amiről te is beszéltél, a nem feltétlenül Habsburg ellenes konzervatív katolikus francia körök esetében, hogy egy Németországot meggyengítendő, valamiféleképpen ismét megerősödő közép-európai állam konglomerátum élére ültethették volna a Habsburg család vezetőjét. Ugye itt is ilyesmiről lett volna szó, hogy ugye a már eleve két különböző megszállási, sőt, hát négy megszállási zónára osztott Németországot úgy lehetett volna földarabolni, ugye a békekötés nem történt, tehát még ezeket a tervezgetéseket szabadon lehetett űzni, hogy mondjuk az osztrák területeket Magyarországgal egyesítik, esetleg ehhez a szintén katolikus dominancia járó délnémet, főleg bajor területeket hozzácsapni, és akkor kialakul volna valamiféle Habsburg jellegű dunai monarchia, államszövetség. Mindenképpen nem ez volt a lényeg, hanem hogy ezáltal gyengítsék azt a Németországot, amelyet két világháború kirobbantójaként mindenképpen gyengíteni kívántak volna. De hát persze ezek aztán a két blokk, a szovjet meg a nyugati blokk szembeállása indokolatlanná és aktualitását vesztett tervekké tette. De azt mutatja, legalábbis az én meglátásom szerint, hogy itt már nem belső erők és mondjuk a magyar társadalom tömegeinek az aktív igenlések vezethetett volna egyfajta Habsburg restaurációhoz, hanem kimondottan a nagyhatalmi számítgatások és egyfajta külső akarat, amit talán azok is el kellene, hogy fogadjanak, akik mondjuk akár Otto személyével rokon szenveznek, akár mondjuk a Habsburg-magyar kapcsolatoknak a Habsburg szerepét a Magyarországon legtöbbször hallhatónál pozitívabban ítélik meg. Igen, egyetértek, abban a nagyhatalmi konstellációban addig lehetett tervezgetni, amíg Európát két részt nem osztották az itt fölvonuló hadseregek, és hát az egyáltalán nem volt elképzelhető, hogy a sztálini Szovjetunió az restaurációt hajt végre Ausztriában, Magyarországon vagy a kettőben együtt. Akármennyire próbálták is volna gyengíteni Németországot, annál jobban nem tudták meggyengíteni, mint hogy annak a felét a Szovjetunió elfoglalta, és onnantól ők már nem voltak érdekeltek egy ennél komplikáltabb rendezésben. Beszélgetés végéhez közeledve még egy, hogy így mondjam, szóhasználati kérdést szeretnék fölvetni. Ugye te a királyjárás, illetve a restaurációs kísérlet kifejezést használod általában, és kerülöd, vagy legalábbis csak a második esetben használtad a király pucs kifejezést, amire ugye az egyik magyarázat az, amit mondtál is, hogy az adott korban sem használták még a királypucs kifejezést, mégis valamilyen furcsa módon ez a szó az, ami megrögzült a magyar történeti emlékezetben, és amennyire tudom, leginkább ez szokás az események leírására használni, ami csak abból a szempontból érdekes, legalábbis az én megítélésem szerint, hogy ez egy egyértelműen Habsburg ellenes nézőpont, hiszen puccsot az követel, aki erőszakkal akarja megragadni a hatalmat, ami nem az övé, és hát valamilyen beleérzem talán,
hogy nem is lehetne jogosan az övé. Míg ugye a legitimista álláspont éppen ellenkezőleg azt mondja, hogy a Károly csak vissza szeretne ülni a jogos trónigényét megfogalmazva az ország élére, és hát igazából azok a pucsisták, akik ezt akadályozzák, a legitim hatalom újra megindulását veszélybe sodorják és nehezítik. Igen, hát ez egy tényleg nehéz ügy. Talán az is megérne egy kis gondolkodást, hogy a különböző nyelveken ennek a pucs szónak milyen konnotációja van, mert ugye a magyarban azt mondjuk, hogy államcsíny, abban semmi rossz nincs, nem? Az olyan csínytevés, tehát még majdnem el is vicceljük a dolgot. A franciák azt használják erre, hogy coup d'état, tehát hogy az államnak a megrendítése, megütni az államot. Abban se feltétlenül van benne az, hogy ott hadsereggel vonulnak föl, hanem egy ügyes, nem tudom, valamilyen politikai, közjogi mahinációval meg lehet szerezni a hatalmat. Nem tudom, hogy a pucs szóban, tehát kimondottan a német szóban benne van-e az erőszaknak a mozzanata. Ez jó kérdés. Én azért a pucsot, amennyire ismerem, inkább negatív összefüggésben olvastam. Tehát, és hát ugye nyilván ebből származik a magyar szó is. Mindenképpen valami szabálytalanság van a dologban, de hogy ez feltétlen erőszakos-e, vagy csak ügyeskedés, az talán már egy picit más. De az biztos, hogy az első és a második királyjárás, vagy királypucs között volt különbség. Tehát az első, azt ugye Hortinak a nemleges ítéletével le lehetett szerelni, a másodiknál pedig mégiscsak ugye több ezres hadseregek néztek egymással szembe, és Károly azért is állítja le a hadműveleteket egyébként, ugye ő neki volt kicsit nagyobb a hadereje, mert attól fél, hogy itt vérengzés lesz, és hogy egy polgárháborúval juthatna hatalomra, és egyáltalán nem, nincs arról meggyőződve, hogy az tartós lenne az a hatalom, amit ugye vérrel szerez meg. Régen egyébként én is egyszerűen csak királypucsot emlegettem, és talán most is az óráimon leginkább ez kerül szóba, de mindig jelzem, hogy itt azért az első és a második között van különbség, és érdemes esetleg egy pillanatra szempontot váltani, hogy jobban meg tudjuk érteni a dolognak a lényegét. És talán még egy utolsó gondolat itt a második királyjárás vagy királypucs kapcsán, hogy ugye az utóbbi évek publikációiban, amikor a centenáriumok kapcsán szokás volt 1918-19 eseményeivel újból modernebb szemlélettel szembenézni, akkor előfordul gyakran több szerzőnél is, hogy ez a hideg polgárháború, vagy mondhatjuk akár úgy is, hogy elcsúsztatott polgárháború, tehát ugye amikor a szélső baloldal meg a szélső jobboldal nagyon ritkán konfrontálódott egymással nyíltan, sokkal inkább, amikor az egyik volt hatalmon, akkor a másikkal szemben vezetett terrort, ugye vörös terror, illetve utána a fehér terror, de végeredményben igazi éles polgárháborús helyzet ekkor van Magyarországon, amikor tényleg szemben áll két egymást kizáró módon az ország jövőjét elképzelő csoport, és lőnek egymásra. Tehát ilyen nagyon nincsen sem a tanácsköztársaság hatalomra jutásakor, sem a hatalom elvesztésekor, ugye a románok bejövetele a döntő, itt viszont két magát magyarként identifikáló hadsereg és politikai tábor lő egymásra. Hát ez az én definiálási képességeim szerint polgárháború, még ha csak egyszeri, és hála Istennek kevés áldozatot hozó összeütközés erejéig is. Igen, és ez talán váratlan is volt. Nem tudom, meddig tartott ez az összecsapás, ez lehet, hogy csak percekig tartott, de biztos, hogy nem több, mint egy-két órát, ez a bizonyos budaörsi csata. Inkább talán a kilátások voltak nagyon gyászosak, vagy fenyegetőek. Főleg a tanácsköztársaság idején azért voltak olyan események, amikor helyi ellenállás szerveződött, akár a fővárosban, akár mondjuk a Dunatisza közén, és akkor ott is lőttek egymásra, de kétségkívül nem ilyen nagy számú seregek, tehát ilyen több ezres seregek. Úgyhogy ez valóban, ez a mozzanata talán egy kicsit feledésbe merült a királypucsnak, ugye a másodiknak, hogy itt akár ebből valami nagy konflagráció is lehetett volna. Ráadásul ugye annak az árnyékában, hogy a csehszlovák és a jugoszláv hadsereg beavatkozásra készen állt. És ugye itt ennek kapcsán a Hortinak a személyes szerepét is érdemes többször és különböző nézőpontból végig gondolnia mindenkinek. Ugye a Horthy és a Károly találkozója, ugye az első visszatérési kísérlet alkalmával, ugye egy tényleg egy drámába kívánkozó nagy jelenet.
mindazonáltal nem tudjuk pontosan, hogy mit beszéltek egymással, tehát nyilván az érveket el tudjuk mondani, meg a Horthy az emlékirataiban is ír valamit, ugye a Károlytól is maradtak közvetett források, hogy itt mi is hangozhatott el, ő hogy élte meg ezt az egészet, de ugye itt megint keverednek különösen a második esetben az országot féltő, az ország ellenségeinek az újabb támadásától félő, mondjuk így utólag nézve pozitívan értékelhető hozzáállási motívumok a Horthy esetében, meg hát persze nyilván a saját személyes államfői hatalmát, befolyását, jólétét is félti, ami hát, hogy így mondjam, emberi gyengeségnek is tartható, hogy nem akar kikerülni abból a szép palotából, amit nem neki építettek. Igen, és talán még annyit érdemes elmondani, hogy ugye Magyarország aláírta már a trianoni békét, ekkor ratifikálta is, de az első királyjárás idején ez még nem lépett életbe. És Nyugat-Magyarországot, ugye a mai Burgenlandot akkor még a magyar közigazgatás és a magyar katonaság tartotta megszállva, tehát az még Magyarország részét képezte de facto, azt már át kellett volna adni Ausztriának, viszont a Pécs és környéke az még jugoszláv megszállás alatt állt, és az a magyar ipar szempontjából egy hát nagyon értékes terület volt, tulajdonképpen nélkülözhetetlen, hát nélkülözni kényszerült akkor éppen Magyarország, de hát alig-alig Magyarországon meglévő fekete szénnek tulajdonképpen majdnem az egyetlen bányászati helye volt. Tehát nem lehetett ebben a helyzetben kockáztatni azt, hogy Magyarország rossz pontokat szerezzen a nagyhatalmakkal szemben, mert a békeszerzésnek a végrehajtását lehetett volna enyhébben, meg lehetett volna szigorúbban is eszközölni. És Magyarország bízott abban, hogy amilyen szigorú volt a békeszerződés, majd annál enyhébb lesz a végrehajtás. Hogy majd kevesebb jóvátételt kell fizetni, hogy esetleg kisebb határkiigazításokra mód lehet, hogy a határon túli magyar kisebbségeknek a helyzetét majd fölkarolják a nagyhatalmak, hogy Magyarország gyorsan be tud lépni a Nemzetek Szövetségébe. Ha dacol Magyarország a királykérdésben a nagyhatalmakkal, vagy akár a szomszédországokkal, akkor ez a remélt jó indulat, ez azonnal elillanhatott. Tehát itt a trónkérdés az bizonyos értelemben a Magyarország jövőjének, jövőbeli nagyhatalmi kapcsolatainak, illetve ezeknek a kilátásainak vált alárendeltjévé. És úgy tűnik, hogy egyik kormány sem érezte, úgysem a Teleki kormány 21 tavaszán, sem a Bethmann kormány 21 őszén, hogy IV. Károly kedvéért érdemes volna újat húzni a nagyhatalmakkal, vagy akár a szomszédokkal is. És ez ugye nagyon szomorúan, de mutatja, hogy mennyire nagyon korlátozott volt a trianoni Magyarország mozgástere a 20-as évek elején. Tehát nem az történt, amit a legjobbnak tartottak, hanem amit a legkevésbé rossznak, hogy így mondjam. Igen, pontosan, igen. Hát azt gondolom, hogy erről a nagyon izgalmas és szerteágazó történetről, ami éppen 100 évvel ezelőtt történt, nagyon sok minden érdekeset és fontosat megtudhattunk Czeidler Miklósnak köszönhetően. Nyilván még lehetne tovább is beszélgetni magáról a király puccsokról, restaurációs kísérletekről, akár az utolsó magyar király személyéről, uralkodásáról, trónra kerüléséről, de én azt gondolom, hogy így is eléggé tartalmas kísérő programot tudtunk nyújtani azoknak, akik a dokumentumfilm megnézése után esetleg további információkat szerettek volna kapni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, Miklós, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, ezt a tulajdonképpen előadást, és bízom benne, hogy ahogy eddig is, a jövőben is megfelelő felkérések esetén továbbra is a Collegium Hungaricum programjainak előadója leszel. Köszönöm szépen a meghívást, és igyekszem későbbieknek is majd eleget tenni. Köszönjük szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, önöknek köszönjük a figyelmet. Ha esetleg volnának kérdéseik Czeidler Miklóshoz ezzel a témával kapcsolatban, akkor nyugodtan forduljanak a Bécsi Collegium Hungaricumhoz a már ismert címeken, ígérjük, továbbítani fogjuk ezeket a kérdéseket, és Czeidler Miklós, ahogy ideje engedi, válaszolni fog ezekre. Köszönjük szépen a figyelmüket, jó egészséget kívánunk a viszontlátásra, a viszonthallásra. Viszontlátásra.